Mi vagy? 167, 8 Én a centi. 172. Hát akkor te egy óriás vagy, mert én 167 vagyok. De hát nem azon mérik, Zoli, Gyuri. Jó estét! Minden, ami abszolút brit és abszolút London. Kulturális olimpia 2012. Ma a nagy találkozások napja volt, méghozzá olimpiai aranyérmeseké. A ma élő, legidősebb, 99 éves olimpikont, Tarit Sándort meglátogattuk Kárpáti György, szintén vízipólós olimpikonnal. Tarit Sándor egyébként nagy szakértője, például a földrengés biztos építészetnek is. Kárpáti Györgyre pedig azért voltunk büszkék, mert azok között az olimpikonok között tisztelhetjük őt, akikről metró megállót neveztek el itt, Londonban. A Tarit Sándorról van szó, ugye, hogy most nem tudom hány éve ő a legidősebb magyar olimpiai bajnok élő. Azt mondják, hogy állítólag a világon a legidősebb olimpiai. A világon, igen. Én meg vagyok, amit a Sanyi tud. Mindig a minden idők legfiatalabb olimpiai bajnoka. Szóval így jó összeillünk. Csókolom, nyugodtan csak, szervusz, Sándorkám. Maradjon. Egyetek nyugodtan, és akkor itt van egy kint egy fehér kanapé, és akkor ott kicsit beszélünk. Te Gyuri, beszéltél a fiúkkal, hogy milyen hangulat van, jó? Most, hogy kétszer győztek már. Igen, igen, most már kezdem, ma az olasz ez a döntő. Aztán sajnos nem úgy lett, ahogy szerették volna. Én meg azon gondolkodtam, mennyire jó, hogy van olimpia, ahol ők lelkesen járnak meccsekre, drukkolnak, egyáltalán úgy vannak. Milyen populáris lett Magyarországon a vízilabda. Tudom. Hát gyerekek, ezzel ide. Hát nézd, ez egy egészséges dolog. De a császár úszodban tele gyerekek. Nagyon annyi gyerek. Én is ott nézem. Tudod, az van, hogy a gyerek otthon látja a vízipolót televízión, és a anyu, apu vízipolós akarok lenni. De már 6-8 évesen. Képzeld el, januárban jött egy hír, hoztam neked emlékbe is, hogy itt Londonban a metró állomásokon 13 magyar sportolóról elneveztek, tehát a mi nevünkön van. Ebből 8-an már nem élnek. Például ugye Puskás, Paplaci, Gerevics, Aladár. Ja, emlékszem. Hogyne. Akkor a vízipolóban a Dezsővel. Igen. Itt egymás mellett van a két megálló. Mindig adom, vitatkozunk a Dezsővel, hogy kinek van előbb a megálló. Most itt vagyunk az állomásomnál, aminek az a neve, hogy Perry Whale. Na, mit szólsz? Szép. Ez egy tipikus, régi angol metró megálló. Ez szinte antik. Úgyhogy gondolom, hogy azért nevezték el ezt rólam. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és London városa döntötték el, hogy az összes metró megállót virtuálisan átnevezik legendás olimpikonokról. Melyik név volt hátborzongató? Hát például a két úszó, a Mark Spitz meg a Pers, akkor a Stevenson, a kubai háromszoros nehézsúlyú olimpiai bajnok ökölvívó. Közben Tarit Sándorról sem feledkeztünk meg, és arról sem, hogy világszerte ismerik a nevét, speciális technikájú fejlesztéséről, amin évtizedekig dolgozott, és ma már Amerikában, Japánban, Kínában is alkalmazzák az ő földrengésbiztos technikáját. Azt mondhatnám, hogy a sporttal hasonlítsam össze, egy ilyen épület, ami földrengés ellen biztos, ellen földrengés biztosnak van építve, az úgy viselkedik, mint egy boxoló. Hogyha egy boxolót megütnek, és az keményen kiállják, akkor jó nagy ütést kap, és esetleg el is álljon. De az a boxoló, amelyik kitér, az Amerikában úgy mondják, hogy roll through the punch, tehát mozog az ütéssel, akkor a végén csak kap egy kis nyomást, de nem álljul el, nem, az ütés nem éri. Hát az épülettel is így történik.